Ismét testvéri szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és Isten igéjét újra közösen fogjuk tanulmányozni. Nyissuk is ki az igét Dániel könyve második fejezeténél, és a Dániel könyve második fejezetéből majd a 36-tól a 45. versekről fogunk elmélkedni, amiből azonban most csak a 41. verstől kezdődően olvasok néhány gondolatot. A negyedik birodalom utód államait magyarázza itt Dániel ebben a szakaszban, és a következőket mondja. Hogy pedig a lábok és ujjak részint cseréből, részint vasból valának, amit valónak láttál, a birodalom két felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, mint láttad, hogy a vas elegy volt az agyag cseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, ez a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyag cseréppel, azok emberi maga által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. És ezeknek a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Ennyit szeretnék ebből a szakaszból elolvasni. Én azt hiszem, hogy mindnyájan jól ismerjük magát a bibliai szöveget és a bibliai történetet. Arról van szó, hogy Nabukodonozor látott egy álmot, amit elfelejtett, és azzal a lehetetlen kéréssel fordult az álomfejtőkhöz, hogy ez esetben ne csak egy feladatot oldjanak meg, ne csak magyarázatot adjanak arra, hogy mi is az ő álmának a jelentése, hanem mondják el egyáltalán azt, hogy ő mit álmodott. Ez egy nagyon furcsa helyzet, és nagyon mély jelentősége van. Tudnélik, a babiloni hit felfogás szerint, amikor az uralkodó álmot látott, akkor az istenekkel kommunikált. Ha pedig elfelejtette az álmot, azt úgy értelmezték, hogy az istenek adtak valamit és visszavették, tehát az isteneknek megrendült a bizalma az uralkodóban. Már nem ő az, akin keresztül kormányozni akarják a birodalmat, vagy akarják a világot. Nabukodonozornak a rémülete, az ijegysége tehát ezzel az esettel kapcsolatban teljesen megalapozott és érthető. Hiszen miről lehet szó, csak nem arról, hogy elveszti az ő befolyását, elveszti az ő hatalmát. Minden uralkodó rettenetesen tud félni attól, hogy ha az ő hatalma, uralma veszélybe kerül. Isten azonban ezt a furcsa helyzetet akarta felhasználni arra, hogy Nabukodonozorral megértesse, hogy nem a babiloni istenek kegye alapján uralkodik, hanem, ahogy Dániel könyve első fejezet első két versében olvassuk, Izrael istene volt az, aki hozta őt, aki megsegítette őt, hogy bevegye Jeruzsálemet, lerombolja Jeruzsálemet és a templomot, és elvigye a templom edényeit magával. Isten volt az, aki az események mögött cselekedett. Ebből az következik, hogy Isten a világ kormányzója. És ez az Isten, aki a világ kormányzója, nem csak kormányoz, hanem és nyilatkoztatja a jövőt. A jövő kinyilatkoztatásának egy hosszú részlete bemutatja az egymást követő birodalmakat,
amelyek a babiloni birodalmat követték, így a perzsa, görög, római birodalmat, majd egészen Krisztus második eljöveteléig, Isten országáig meghúzza a fonalat, vagy a vonalat azzal kapcsolatban, hogy mi várható az emberi történelemben. És mi várható az emberi történelemben? Azt olvastuk, hogy ez a birodalom egy olyan szobor, ami egy furcsa lábon áll. Egy nagyon törékeny lábon. Két olyan anyagból van a lábfeje és a lábujjai ennek a szobornak, amely összeegyeztethetetlen egymással. Nem válik vegyületté. Egyre erősebb vegyületekből áll a szobor, ugye arany, ezüst, réz, vas. Egyre erősebb, keményebb fémekből áll maga a szobor, de a lába az egy végtelenül gyenge, törékeny valami. Gondoljuk végig, a tégla és a vasnak valamiféle, a éget egy cserépnek és a vasnak valamiféle keveréke, amely keveredik, de nem válik önálló vegyületté. Tehát nem válik egy anyaggá. Azt mondja el Isten, hogy a babiloni birodalom bukása után egy ilyen keverék és nem egyesülő világ következik, amelyben a különböző népek és nemzetek megpróbálnak egységet teremteni és erőt mutatni, de ez az erő, ez részben meg is jelenik, mert részben erős, mondja erről a korszakról a próféta, de ugyanakkor törékeny és esendő is. Ezeket a gondolatokat azért szerettem volna előre bocsátani, mert egy olyan időben élünk, amikor nagyon sokan, sokféleképpen szólnak Európáról, a világról, a római birodalomnak, a világnak arról a részéről, ami a római birodalom utód államait jelenti. És szeretném, ha először egy néhány gondolatban áttekintenénk azt, hogy mi is ez az Európa. Mi is az, hogy Európa? Hát nyilván egy földrajzi terület, de itt nem egy földrajzi területről, tehát nem a földről magáról van szó, hanem azokról az országokról, azokról az emberekről, amely országok és amely emberek, vagy akik itt élnek ezen a bizonyos földterületen. Európa egyébként egy görög istennőnek a neve eredetileg, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Európa egy olyan törekvést fejezett ki először, amikor a kontinensen élő népekre vonatkoztatták, ami nagyon érdekes és nagyon tanulságos. Egy spanyol szerzetes volt az, aki először leírta az Európa szót. Krisztus után 732-ben. Krisztus után 732-ben furcsa dolog történt, nem véletlenül egy spanyol szerzetes írta le ezt a szót. Észak-Afrikából az arab királyság egy hódító hadjáratot indított Európa felé a spanyol félszigeten keresztül, és egyre határozottabb és egyre energikusabb módon haladtak északra. Komolyan fenyegetett a veszély, ez volt az első olyan veszély, amikor az iszlám veszélybe sodort Európát. Komolyan fenyegetett a veszély, hogy Európa, a római birodalomnak azok az utód államai, amelyek ezen a kontinensen léteznek, elveszíti keresztény jellegét, és muzulmán lesz. Ezért Martel Károly a pápa engedélyével és támogatásával, sőt az ő kezdeményezésére elindított egy háborút az arab királysággal szemben,
És ebben a háborúban az egész kontinensnek minden népe egyesült. És ez a spanyol szerzetes erre az egyesülésre használta az Európa szót. Európa egy olyan egység, a népeknek egy olyan egysége volt, ami a pápai kezdeményezésre jött létre. Ezért azt szoktuk mondani, hogy, és ez az, amire az Európai Unió kapcsán nagyon gyakran hivatkoznak, különösen a katolikus és nyugati ilyen jobboldali országok és pártok és tömbök, csoportok, hogy Európát a keresztény egyház hozta létre, nem mondják, hogy a pápasság hozta létre, hanem hogy Európának keresztény gyökerei vannak, és Európának csak akkor van jövője, hogyha megőrzi ezeket a keresztény gyökereket. Amikor erről hallunk, akkor tulajdonképpen erre a bizonyos történetre utalnak a különböző megnyilatkozások, hogy pápai kezdeményezésre jött létre az Európai Egység, és ez az Európai Egység, mint a pápák Európája, a középkor folyamán több-kevesebb válsággal azért gyakorlatilag egybe is, együtt is maradt. Na, de a proféta azt mondja, hogy a vas és a cserép egyesül, keveredik, de nem válik ötvözetté. Mi történt Európában? Nem a francia forradalomnál, ahogy sokszor mondani szoktuk, hanem már sokkal jóval, sokkal előbb, még a 15. század végén, a 16. század elején Európában egy furcsa folyamat indult el. Az emberek megelégelték a pápasságnak az uralmát, hiszen egyre nagyobb adókat vetett ki az egyház, egyre fényűzőbbé kiváltak a pápai paloták, épült ugye a Szent Péter katedrális ebben az időben, különböző épületek, amelyek hatalmas pénzeket emésztettek föl, és hát ezt a pénzt nyilván az egyház a különböző országokból szívta ki. És a helyi földesurak és a helyi fejedelmek úgy érezték, hogy az a pénz jobb helyen lenne náluk, mint Rómában. Ennek következtében egy széthullás történt Európában a 16. században. A reformáció sikerét éppen ez a széthullás segítette elő, hiszen egyes számítások szerint ebben az időszakban, amikor széthullott az egyház, több százra tehető a kisebb-nagyobb államocskáknak a száma, három birodalom, a német, a török, az orosz, 17 királyság, 8 köztársaság, és rengeteg kis városi királyság volt szétszórva gyakorlatilag a kontinens területén. Európa megszületett, de a középkor végére szét is hullott, bizonyítva azt, amiről a profécia bizonyságot tesz, a vas és az agyag keveredik, de nem ötvöződik. Körülbelül 200 év telt el így, amikor egy új kezdeményezés született Európának az egyesítésére. Ez az új kezdeményezés a 17. században, 14. Lajos király idejére esik. Egy Antoine Aubery nevű francia ügyvéd és történész 1667-ben írt egy könyvet, amiben megjövendölte, hogy 14. Lajos leszármazottai fogják megalapítani a világbirodalmat, a nagy európai birodalmat legalábbis, hiszen a világból még nagyjából ennyit láttak abban az időben.
Ettől a németek annyira megijedtek, hogy 14. Lajos kénytelen volt a szerzőt bezárni a Bársti börtönébe, de a szerzőt ugyan bebörtönözte, de 14. Lajos úgy gondolta, hogy mégiscsak ő a világura, és ő arra hivatott, hogy újra egyesítse Európát. Az európai egység törekvésekben egy új korszak kezdődött ekkor, tehát amit úgy nevezünk, hogy a királyok Európája. Úgy érezték a nagyobb hatalmaknak a királyai, hogy az ő feladatuk az, hogy biztosítsák a vasnak és a cserépnek az egyesülését. Ennek egyik érdekes tünete volt 1815-ben a Szent Szövetség, amikor Ausztria, a katolikus Ausztria, a protestáns Poroszország és az ortodox Oroszország uralkodói összejöttek, hogy a Szent Háromság Isten nevében létrehozzák a Szent Szövetséget, és ezzel megalapítsák minden nép testvériségét a Földön. Nagyon érdekes az, hogy a királyok létrehozták az első ökumenét, még az ökumeni szót még nem is ismertük, mint olyat, ismertük, mint földrajzi fogalmat, az Új Szövetségben is szerepel, de mint a keresztény egyházak egységét még nem is ismertük, nem is használták ezt a szót, körülbelül 40 évvel később írta le először egy francia protestáns szerző az ökumeni szót, vagy az ökumenikus jelzőt olyan értelemben, ahogy azt ma használjuk, de már létrejött egy összefogás, amely megpróbálta ötvözni három különböző vallású királyság összefogása, hogy a Szent Háromság Isten nevében létrehozza a vas és a cserép egyesülését. De visszatérek még a 18. századra, hiszen 14. Lajost követően megint egy új fejezet nyílik bizonyos értelemben, vagy egy új szempont kerül előtérben Európa egyesítésében, Bonaparte Napóleon személyében, aki a francia forradalom alkonyán emelkedett fel, és ő volt az első imperialista. Az imperium, birodalom szóból ered az imperializmus, ami azt jelenti, hogy olyan egység, amely más népek katonai leigázása által jön létre. Tehát megszületett a hódítók Európája. Napóleonnak a kísérlete, hogy a hadvezérként, mint egykor Nagy Sándor egységesítette és kiterjesztette a görög birodalmat egészen a perzsa birodalomig, úgy ő is így módon a keresztény birodalmat kiterjeszti lehetőség szerint egész Európára. De nem csak a franciáknak volt ilyen hadvezére, aki erre törekedett, hanem a németeknek is. Napokban láttam egy kis rövid írást arról, hogy II. Vilmos német császárt halála után feljelentették, és bírósági tárgyalás folyt arról, hogy II. Vilmost milyen felelősség terheli az első világháború kirobbanásában. Tudnélik, ez a II. Vilmos nevű német császár 1914-ben azt írta, 5 ember hatása alatt állok gyermekkorom óta. Nagy Sándor, Julius Cézár, II. Teodor, Nagy Friedrich és Napóleon. Ezek az emberek mind ismerték az egységes világbirodalom álmát. Én is hiszek az egységes germán birodalomban. Ez a szellem volt az, ami az első világháborút kirobbantotta. Mi sokat sírunk Trianon miatt, mint nemzeti tragédiát éljük meg ezt a dolgot. Egyet azonban nem szoktunk megemlíteni, nevezetesen azt, hogy Trianon miért olyan békét kötött, vagy Trianonban a népek miért olyan békét kötöttek, amilyet kötöttek. Mi volt a szándék?
Mert tudnék, a szándék összefügg Dániel könyve második fejezetével. Azért daraboltak fel bizonyos országokat, hogy még a lehetőségét is kizárják az imperializmusnak. Hogy soha ne kerüljön egyetlen európai nép sem abba a helyzetbe, hogy le tudja igázni a többit. Tehát azért kötötték úgy a békét, ahogy kötötték, hogy arra kényszerítsék az európaiakat, hogy békében éljenek egymással, tudjuk mekkora sikerrel, hiszen Hitler ezt a dolgot elég hamar kijátszotta, és ismerjük a második világháborúban, hogy milyen imperialista törekvések mutatkoztak meg, és annak milyen következményei lettek. A lényeg azonban az, hogy sem a királyoknak, sem a hadvezéreknek nem sikerült létrehozni a nagy európai álmot. Mi történt? Még egy gondolat, amit meg szeretnék mondani, vagy meg szeretnék említeni a 19. századból, mert a 19. században nem csak a hadvezérek gondolkodtak, vagy a királyok gondolkodtak az Európa egyesítéséről, hanem írók, művészek és filozófusok is álmodtak erről. 1849-ben volt Párizsban az úgynevezett első nemzetközi békekonferencia. Ennek a békekonferenciának a levezetője a nagy francia író Victor Hugo volt. Ő tartotta a konferencia bevezető előadását és a záró előadást is. És valami olyasmit mondott, amit manapság elég gyakran hallunk. Idézem a szavait. El fog jönni a nap, amikor ti, Franciaország, Oroszország, Olaszország, Angolország, Németország, ti mindnyájan a kontinens összes nemzetei, anélkül, hogy elveszítenétek dicsőséges egyéniségeteket és fényes nemzeti tulajdonságaitokat, bele fogtok olvadni egy magasabb egységbe, és meg fogjátok alkotni az európai testvériséget éppen úgy, mint a mi tartományaink, mármint Franciaország tartományai, Normandia, Bretagne, Lotaringia, Provence beolvadtak Franciaországba. El fog jönni a nap, amikor nem lesznek már harcterek, csak kereskedelemnek megnyíló piacok, és az eszméknek megnyíló szellemek. El fog jönni egy nap, amikor az ágyugolyókat és a bombákat helyettesíteni fogják a szavazatok. A népek általános szavazata egy nagy, szuverén szenátus, tiszteletre méltó bíráskodás, amely Európának ugyanazt fogja jelenteni, mint Angolországnak a parlament, Németországnak a diéta, vagy Franciaországnak a törvényhozó gyűlés. Vagyis Victor Hugo volt az, aki először megfogalmazta azt, amit úgy nevezünk, hogy Európai Egyesült Állam. De lépjünk tovább a 20. századra. A második világháborút követő időben mi valósult meg ebből a nagy álomból? Mint tudjuk, a szovjet fenyegetés árnyékában Franciaország és Németország 1962-ben a Reims-i katedrálisban egy béke misén kibékült egymással, és ezeknek az országoknak az egyébként római katolikus vallású vezetői elhatározták, hogy létrehozzák az európai közösséget. Ez az európai közösség nagyon érdekes módon szintén egyfajta vallás, ha nem is olyan mértékben, mint korábban, de egyfajta vallási köntösben jelent meg, és lett mindjárt egy társ szervezete is, mint tudjuk, létrehozták a katonai
szövetséget, tehát lett egy katonai szövetség, a NATO is egy európai szövetség, vagy európai közösség, amely gazdasági közösség volt, és a vasfüggönynek a keleti oldalán, ahol mi vagyunk, ott is létrejött két ilyen dolog, a Varsói Szerződés és a KGST, az egyik egy katonai, a másik egy gazdasági szövetség. Európa így egy egész nemzedék ideje alatt ketté szakadt, a vas és a cserép, nemhogy ötvöződött volna, hanem azt mondhatjuk, hogy még nem is nagyon keveredett egymással. 1949-ben azonban történt valami, mindnyáján tudjuk, hogy mi, mert ennek már tanúi voltunk közvetlenül, és 1989 után megszületett egy fogalom, úgy hívták ezt a fogalmat, hogy az európai ház. Mindnyáján vágytunk az európai házba. Minden napos beszélgetés volt, hogy megyünk Európába. Most már mi is Európának a szerves részét fogjuk alkotni. Ebben az évben 30. éve ennek. 30 év telt el azóta, elég hosszú idő ahhoz, hogy feltegyük a kérdést, vajon ezek az évtizedek meghazudtolták-e a proféta szavait? Vajon létrejött-e egy egységes ötvözet? A vas és a cserép ötvöződött-e, vagy csupán keveredett, de nem egyesült? Azt hiszem, a választ nem kell nekem megadni mindnyájan, meg tudjuk adni mi magunk, hiszen egyebet nem hallunk manapság, mint euroszkepticizmust, meg Európa pártiságot, a nemzetek Európájáról, meg a föderális Európáról szóló különböző szólamokat, amelyek gyakorlatilag nem szólnak másról, mint arról, hogy Európa népei vergődnek és küzdenek Dániel könyve második fejezetének ezekkel a verseivel. Hogy vajon át tudják-e hágni, meg tudják-e változtatni azokat a törvényszerűségeket, amelyek mind ezekben a proféciákban megfogalmazódnak. A bibliai proféciák kettős irányt mutatnak a jövővel kapcsolatban. Természetesen egyikünk sem rendelkezik a jóslásnak a tudományával, és a proféciákat nem is szabad erre használni. De bizonyos törvényszerűségekre rá tudunk mutatni. A profécia elmondja, hogy lesznek emberi kísérletek, amelyek egy aranykor megteremtésére irányulnak. De ezek az emberi kísérletek kudarcra vannak ítélve. Nincs olyan emberi vállalkozás, amely azt a birodalmat, amely más népre nem száll, azt a birodalmat, amely megmarad örökké, azt a birodalmat létrehozni. Sokszor énekelték már az emberek azt, hogy ez a harc lesz a végső, és holnapra milyenk lesz az egész világ, pártállástól függetlenül jobb és baloldaliak, ilyen és olyan politikai beállítottságú emberek. Mindez napjainkig nem valósult meg. És nyugodtan kimondhatjuk, mert a profécia kimondja, hogy nem is fognak megvalósulni. Úgyhogy egy hiú álmodozás és ábrándozás, minden olyan igyekezet, amely Isten országát szeretné lehozni ide a földre, és szeretné megvalósítani itt ezen a földön. Mi az oka annak, hogy ez hiú ábrándozás? Nem az, hogy Isten megakadályozza, mint hogy Babilonnál megakadályozta, hogy az egész nép, az egész emberi közösség a lázadásban egyesüljön Isten ellen. Összezavarta a nyelvüket, hogy ne tudjanak egyesülni. De nem erről van szó pusztán, hogy Isten megakadályozza ezt a dolgot,
van ennek bennünk, emberekben rejlő akadálya, és ez a fontosabb. Mi ez? A gőg, az önzés, az ellenségeskedés, a pártoskodás, ami szembeállítja egymással a népeket és az egyéneket, mint egy áthidalhatatlan akadály, ott merednek ezek minden magasztos gondolat és álom megvalósulása előtt. Ma azt látjuk, hogy Európa újra harctérré válik. Hála Istennek még nem rakétákat lőnek az emberek vagy a népek egymásra, de a neki feszülésnek ezer és ezer jelét látjuk a nacionalizmusokban, a különböző társadalmi gondolatokban, felfogásokban, amelyek mind-mind az gőgre, az önzésre, az ellenségeskedésre, a pártoskodásokra vezethetők vissza. Nem csak az európai, hanem minden kontinens népei alkalmatlanok és méltatlanok arra, hogy európai, ázsiai, afrikai, amerikai házat hozzanak létre. Nem szólva a világszéles házról. Olyan házakat, amelyek valóságos otthon teremtenek számukra. Ez a föld nem hazánk, énekeljük egy régi énekben. Isten hazánknak szánta, de a bűn következtében olyan helyzetet teremtett az emberiség, hogy nem lehet haza a haza. Az ember sokszor menekültnek, és idegennek érzi magát a saját hazájában. Mindnyájan így vagy úgy átélhettünk már ilyen dolgokat. A profécia éppen ezért arra emlékeztet és arra figyelmeztet bennünket, hogy amikor mi házat és hazát keresünk, akkor azt ne itt keresünk. Mert a 45. 44. versben azt olvassuk, hogy azoknak a királyoknak idejében, amelyek így vergődnek és próbálnak birodalommá egyesülni, azoknak az királyoknak az idejében maga az egek istene támaszt birodalmat, amely örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat, a birodalmakat maga pedig megáll örökké. És még a 45. verset hagyj olvassam hozzá, úgy szól, minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad le, kézérintése nélkül, és szétzúzza vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat. A nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lészen. És igaz az álom is, bizonyos annak értelme. Vagyis Isten azt mondja, hogy az emberi erőfeszítések éppen a maguk törékenysége, a maguk sebezhetősége miatt kisebb-nagyobb idéglenes válaszokat és lehetőséget adnak nekünk a túlélésre, arra, hogy mégis egyik napról a másikra tovább lépjünk, de ez nem elég többre, és nem elég másra, mint arra, hogy fölhasználjuk ezeket a napokat, hogy fölkészüljünk Isten országa számára. Aki ebben a világban akarja megoldani az életét, a jövőjét, az a vasnak és a cserépnek a keveredésére épít. Úgy is mondhatnám, hogy homokra épít. Aki azonban úgy tudja kezelni azokat az eseményeket, amelyek napjainkban történnek, mint az isteni türelemnek a megnyilatkozásait, hogy Isten még ad időt és lehetőséget, és nem tudjuk meddig ad időt és lehetőséget arra, hogy felkészüljünk ennek erre a bizonyos kőre, és ami a kő után következik. Ha így tudjuk fölfogni ezeket a dolgokat, akkor szilárd és biztos alapra építünk. Hogy délelőtt már idéztem Péter 2. levele 3. fejezet 13. versét, hogy az egek ropogva
elmúlnak, az elemek meg semmisülnek, de új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. És szeretett testvéreim, én azt hiszem, hogy nekünk hetednapi adventistáknak ez egy fontos küldetésünk, nem csak az, hogy ezt mi tudjuk. És ne engedjük, hogy elragadjon bennünket ez a világ, a világnak a gondolkodás. Megmondom őszintén, időnként szomorú vagyok. Szomorú vagyok, mert látok hetednapi adventistákat, akik nagyon aktívak a politikában, és nagyon passzívak a gyülekezetben. Múlt szombaton egy gyülekezetben voltam, aztán hazamentem, ránéztem a Facebookra, és valakit ott láttam, hogy tusványos fürdőn hallgatta az igét. Gyorsan felingerelt engem, nem tudom, hogy a Szentlélek-e, vagy a Sátán, nem akarom én ezt eldönteni, de írtam neki egy rövid sort, hogy te figyelj, szombaton most ott jártam nálatok, és kerestelek a gyülekezetben, hol voltál. Miért nem a gyülekezetben hallgattad az igét? Tehát fáj a szívem, amikor hetednapi adventistákat elragad a hullám. Mert ezek a hullámok az első sziklának csapódva szét fognak porladni, és akiket magukkal visznek, azok is szét fognak porladni, és súlyos sebeket fognak összeszedni ezeken a sziklákon. Tehát nekünk nem ott van a helyünk, ahol az emberek acsarkodnak politikai programok és kérdések fölött, hanem nekünk ott van a helyünk, ahol Isten országára készülünk. De nem csak mi, és ez az a második gondolat, amire szerettem volna rámutatni, hanem Isten országára készítünk másokat is. Rámutatunk arra, hogy emberek, látjátok ezeket a válságokat? Ezek az oka annak, hogy Isten nem itt akarta megoldani a mi jövőnket, hanem ehelyett egy jobbat akar. És válasszuk ezt a jobbik részt, ezt a máriai jobbik részt, és válasszák ők is a máriai jobbik részt. Én azért imádkozom, hogy bennünk legyen világosság, legyen látás, és ne engedjük azt, hogy a média, meg a különböző Facebook bejegyzések manipulálják a mi gondolatainkat, és úgy járjunk, mint Noé kortársai, tudjátok, hogy hogy jártak. Annyira belevegyültek a mindennapi élet dolgaiba, hogy nem vették észre, hogy itt volt az özönvíz. Isten óvjon meg bennünket ettől, és adjon igaz perspektívát és igaz reménységet a proféciák által. Amen. Köszönjük ezeket az aktuális gondolatokat. Mielőtt még elénekelnénk a befejező énekünket, gyűjtsük össze az adományt. Köszönjük te neked, jó Istenünk, édesatyánk, hogy a bibliai proféciákban fölvázoltad előttünk a te tervedet és szándékodat, és elmondtad Babilon királyának és rajta keresztül nékünk is azt, hogy te nem ebben a világban akarsz tartani és megváltani bennünket, hanem ezt a világot úgy tekinted, mint egy lehetőséget arra, hogy mind azok, akik hisznek te benned, hisznek Jézus Krisztusban, a megváltóban, felkészüljenek egy jobb világ a te országod az örök élet számára. Mennyi atyánk, látjuk azt, hogy Sátán mennyi minden eszközt bevet annak érdekében, hogy a mi figyelmünket erre a világra összpontosítsa, hogy olyan kérdésekkel kösse le a mi gondolatainkat, a mi törekvéseinket, amelyek a múlandó, a látható felé irányulnak, hogy eközben mi is úgy járjunk, mint Noé kortársai, akik nem vettek észre semmit, és ahelyett, hogy a menekülést, a túlélést választották volna, megsemmisültek. Kérünk, édesatyánk, adj nekünk mennyei bölcsességet, mennyei látást, de ugyanakkor adj szent lelkedet arra is, hogy ne csak mi lássunk, hanem ezt a látást meg tudjuk osztani másokkal is.
hogy a körülöttünk élő kilátástalan, reménytelen világot az örök életnek a reménységével tudjuk megszólítani. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, legyen áldva ez a te nagy neved kegyelmedből.